Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amiket idén nyáron el szeretnék olvasni, amennyiben ez lehetséges. Na már most, ez nem, vagy hát így amennyire itt szoktam nézni ilyen TBR videókat, hogy ki mikor mit akar olvasni, azok általában olyanok szoktak lenni, hogy választ könyvet valaki a polcáról, tehát hogy már meglévő könyvekről beszél, azokat szeretné lehetőleg elolvasni egy adott időszakon belül. Na hát én most összeszedtem 5 olyan könyvet, amit nagyon szeretnék kiolvasni még nyáron, idén nyáron lehetőleg, mert hogy igazából időszerű lenne őket elolvasnom, meg tényleg szeretném is. Viszont ezből az 5-ből egyedül egy olyan könyv, ami így jelen pillanatban lehetőségem van az elolvasására. És hogy csak egy olyan könyv van, amit el is tudok ténylegesen olvasni, mert megvan. Az első könyv, amit idén nyáron szeretnék elolvasni, az Karen M. McManus-től a Two Can Keep a Secret, erről beszéltem, ez van meg itthon, ezt el is tudom ténylegesen olvasni. Hát, hogyha valaki így követett tavaly, akkor azt tudja, hogy az írónő másik könyve, a Lehull a leppel, az nekem nagyon tetszett. Tavaly évben az egyik kedvenc könyvem lett, mert úgy amúgy is kedvenc könyvé avattam. Ez pedig neki a, hát most nem vagyok benne biztos, hogy a legújabb könyve, de az egyik új könyve idén jelent meg, azt hiszem. És ezt nagyon el szeretném olvasni. Ez is hasonló típusú, mint a Lehull a leppel, tehát történik benne egy bűntény, és azt kéne kideríteni így nagyjából. Két bálkirálynőt ölnek meg, több évnyi különbség van a kettő gyilkosság között, és ki kéne deríteni egy kétgyilkos. És ez is ilyen romantikus krimi, azt hiszem az volt a másik is, szóval ezt nagyon el szeretném olvasni, mert hát ugye az írónő másik könyve is nagyon tetszett. Ezért nagyon várom, csak még nem jutottam el odáig. De most már nagyon közelének érzem az időpontot, mikor végre ezt a könyvet felveszem. Oké, na és innentől olyan könyvekről fogok beszélni, amiket még nem szereztem be. Szóval nem biztos, hogy el fogom őket olvasni. Nyáron sőt olyan 90%-ig biztos vagyok, hogy ebből kettőt így nem fogok idén nyáron elolvasni, de nem baj, a lehetőséget megadom rá magamnak. Szóval, először beszélek azokról, amikre nagyobb esélyt látok, hogy elolvasom. Ebből az egyik a Viharidő, ami a Vaják sorozatnak, ami itt látható mögöttem, de most nem vettem ki egyik részét se. Szóval a Vaják sorozatnak a 0.5. része, azt hiszem valahogy így van, így bekategorizálva, tehát egy ilyen előzménytörténet, most nem tudom, azt hiszem Geralt. Szóval Riviai Geraltnak így az előzmény története. Még előzményebb, mint a puskázok. Az utolsó kívánság és a végzett kardja, talán ez a két magyar címe. Mert hogy ez az egy rész van a sorozatból, amit még nem olvastam el, mert amikor én olvastam a sorozatot 2017-ben, akkor még ez a rész nem volt kint. Utána meg mikor kijött, akkor nem találtam ebben a kiadásban. Úgyhogy most megláttam, hogy van ebben a kiadásban Book Depositoryn, és gyorsan megvettem, úgyhogy ez olyan 2 héten belül megérkezik ez a könyv, és valószínűleg el fogom tudni olvasni idén nyáron. Úgyhogy nagyon reménykedek benne, mert akkor végre teljes Vaják sorozatot elolvashatom. A másik könyv, amit szintén megrendeltem most, mert egyébként januárban rendeltem utoljára a könyvet, úgyhogy ez ilyen csúcs teljesítmény szerintem. Majdnem fél évig nem rendeltem egy darab könyvet se, úgyhogy most gyorsan 2 is rendeltem. Na igen, és a másik, az pedig a Kincses sziget, abból meg a Puffin imprintes kiadásokat gyűjtöm, és abból most megrendeltem a Kincses szigetet, és azt is reménykedek benne, hogy el fogom tudni olvasni idén nyáron. Az amúgy is ilyen kis nyári olvasmánynak tűnik. Mostanában így a könyv per hónap olvasási statisztikám az eléggé alacsony. Az év első feléhez képest, úgyhogy vissza kéne hoznom magamat ilyen, legalább havi 4-re, de nem tudom, mindegy. Aztán egy másik könyv, amit időszerű lenne végre elolvasnom, mert hogy, hát mostanában jelent meg magyarul, de angolul már kim volt egy ideje, az pedig Ransom Riggs-től a Napok térképe, ami a Vándorsolyom kisasszony különleges gyermekei című sorozatnak a 4. része, ami így nem tudom teljes mértékben, hogy hát elméletileg a sorozathoz kapcsolódik szorosan, de ugye ez egy trilógia volt eddig, és én azt hittem, hogy ez egy trilógia, szóval nem tudom, hogy ez a Napok térképe könyvnek a története hogyan fog hozzá kapcsolódni konkrétan az eddigi eseményekhez, meg hogy miben lesz több, mert elméletileg így, amit meg kellett tenni, azt megtették a Vándorsolyom kisasszonyos sorozat 3 kötetén belül, szóval nem tudom, hogy nagyon így hogyan jön
vagy az ilyen utótörténet, vagy micsoda. Nem baj, de ezt el szeretném olvasni, csak hát ugye ez nincs meg. Szóval így kicsit nehéz elolvasni a könyvet, hogy nem tudhatom a birtokomban. Szóval ezt így idén-nyáron így jó lenne, mert így is már a Vándorsröm kisasszony sorozatra nem annyira emlékszem. Szóval akár újra is lehetne olvasni, és úgy elolvasni a negyedik részt, nem tudom még, majd valahogy lesz. És az utolsó könyv, amit azért mondom, hogy idén-nyáron el kellene olvasnom, mert én csinálom ezt a Barangolás Európában kis sorozatomat, amihez így január-február óta nem csináltam új részt, mert nem olvastam hozzá új könyvet. És van egy könyv, ami egyébként érdekel, mert ilyen ifjúsági fantasy-szerűség, és azt hiszem izlandi írótól származik a könyv, és ezt nagyon el szeretném olvasni. Ez nincsen magyarra lefordítva. A címe az, hogy The Shamer's Daughter, de igazából nem is tudom, hogy hogyan fogom ezt a könyvet egyébként beszerezni, mert mintha Book Depository se lett volna fönn. Szóval majd valahogy igyekszem, mert ezt nagyon el szeretném olvasni, mert nagyon érdekel. Aztán majd valahogy összehozom, és akkor végre tudom folytatni a Barangolás Európában sorozatot is. De közben rájöttem, hogy a Vaják is beletartozik, mert annak meg lengyel a szerző, úgyhogy tök jó, mert hogyha sikerül, akkor nyáron akár két Barangolás Európában részt is meg tudok csinálni. És akkor végre haladnék vele. Na, hát akkor ez is be van tervezve legalább. Hát igazából ez lenne az a top 5 könyv, amit idén nyáron nagyon el szeretnék olvasni, mert egy részüknek már időszerű lenne, hogy elolvassam. Egy részüket meg le kellene tudnom idén nyáron, hogy tudjak videózni. Ugye, Barangolás Európában. Aztán majd meglátom, hogy ebből mennyi fog teljesülni. Hogyha nektek is lenne esetleg kitűzött célotok, hogy melyik, milyen könyveket szeretnétek elolvasni nyáron, akkor kommentben nyugodtan írjátok be, hogy nektek mi a terveitek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!